Köszönöm a szót, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely tegnap előtt Horthy Miklós kormányzó úr Budapestre történő bevonulásának 100. évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett. Sikerült méltóképpen megemlékeznünk a magyar történelem egyik kiemelkedő alakjáról, és hát a rendezvény során azt is észlelnünk kellett, hogy a kormányzó úr tevékenysége nem csak a mi érdeklődésünket keltette fel, hanem egy kisebb csoportnyi szélső baloldal és szélső liberális tüntető érdeklődését is. Úgy látszott, hogy őket is lázba hozta a rendezvény és a kormányzó úr tevékenysége, csak őket egészen más szempontból, mint minket. Ezt aztán megfejelte néhány baloldali politikus által szervezett sajtótájékoztató, és megfűszerezte Budapest újdonsült főpolgármesterének néhány felelőtlen kijelentése, aki egyetemi szintű történelmi ismeretek birtokában van elvileg, éppen ezért esetében nem az iskolázatlanságot, a tudatlanságot, hanem sokkal inkább a szándékos félretájékoztatást és a rosszindulatot kell feltételeznünk. Minősíthetném én is ezeket a szélsőséges liberális tüntetőket, akiktől természetesen nem várjuk el, hogy tiszteljék, nem várjuk el, hogy szeressék a kormányzórat, nem várjuk el, hogy rajongjanak érte, de azt igenis elvárjuk, hogy egy minimális tiszteletet tanúsítsanak egy 62 évvel ezelőtt elhunyt álomférfi irányába. Próbálok néhány képet, néhány tényt felvillantani Vitéz nagybányai Horthy Miklós egészen kivételes életpályájából. Már 14 évesen felvették a Fiumei Tengerészeti Akadémiára, és az azért is kivételes eredmény, hiszen erre az akadémiára ebben az időben a jelentkezőknek mindössze 7%-át találták alkalmasnak, és ő ezen szigorú kritériumoknak is megfelelt. Egészen kiválóan beszélt olasz, horvát, angol, német és francia nyelven, és emellett kiváló sportember is volt, jeleskedett a kerékpározástól a teniszen át egészen a lovaglásig és a vívásig bővelkedett sport eredményekben, vívásban hadseregbajnoki címig is vitte. 46 évesen már sorhajókapitány volt, amely a szárazföldi haderőben az ezredesi rendfokozatnak felelt meg. 1917. május 15-én, amikor megütköztek az Antant hajórajjal, súlyos láb- és fejsérüléseket szenvedett, de sebei ellátását követően a hordágyon felvitette magát a Parancsnoki hídra, és addig vezényelte a csatát, amíg el nem vesztette az eszméletét. 50 évesen lett ellentengernagy, vagyis a császár és királyi flotta parancsnoka, és az ezt követő zűrzavaros időszakban ő ismerte fel a legkorábban, hogy egy szervezett haderő tud csak rendet tenni, éppen emiatt szervezte meg a nemzeti hadsereget először Siófok központtal, és éppen azért, hogy meg tudja menteni Budapestet, és meg tudja menteni az országot, 1919. november 16-án, 100 esztendővel ezelőtt, 8000 géppisztolyos katona és 19 tábori ágyú kíséretében bevonult a fővárosba, ahol egy minden bizonnyal örökké emlékezetes beszédet mondott. A magyar történelem egyik legnehezebb időszakában vette át ennek az országnak az irányítását. Következett a trianoni trauma, aztán a kormányzósága, derekánál, majdnem derekánál, egy gazdasági világválság, majd a második világháború. Nem tudunk még egy ilyen vészterhes időszakot megnevezni, mint amilyen ez volt, és ő ilyen körülmények között állt helyt, és próbálta a magyarság számára a legjobb feltételeket megteremteni. Földreformot hajtott végre, amelynek során 2 millió kis- és közép parasztsághoz tartozó magyar embernek adott földet. 1929-re a költségvetési többlet 10%-kal haladta meg az utolsó békeév költségvetési többletét. Úgy alakították át a gazdaság szerkezetét, hogy egészen kivételes módon nem a kisember, nem az alsó és középrétegeket terhelték, hanem az első világháború hadiszállításai meggazdagodott spekulánsokat. És minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nem gyűlölt sem faji, sem etnikai alapon, színleg bizonyos dolgokba beleegyezett, mert egész egyszerűen nem tudott más tenni a második világháború nehézségei közepette, de valójában soha nem hajtott végre kirekesztő törvényeket. Ennek egyik legékesebb bizonyítéka, hogy 1944. június 27-én egy páncélos ezredet és egy gyalogezredet vonultatott ki, vezényelt ki annak érdekében, hogy a fővárosi zsidóságot ne tudják deportálni és ne tudják elhurcolni. Hogyha Horthy Miklós háborús bűnös lett volna, hogyha emberiességrendi bűncselekményeket követett volna el, amelyről egyetlen parancsot, rendelkezést, utasítást a mai napig nem tudtak bemutatni az első liberálisok, akkor minden bizonnyal a nürnbergi perben marasztalóítéletet kapott volna, valószínűleg
végzik, vagy élete végéig bebörtönzik. Szabadon élt, egy-két hónap után elengedték, hiszen pontosan tudták, hogy semmifajta vállalhatatlan cselekményben nem vett részt. Nem véletlenül koszorúzták különböző zsidó szervezetek Estorilban, Portugáliában, ahol elhunyt a sírját hosszú éveken, évtizedeken keresztül. Éppen ezért ideje lenne erről egy érdemi vitát rendezni, a Mi Hazánk mozgalom ennek a vitának áll elébe. Kezdeményezzük, hogy a lehető legtöbb helyen közteletet nevezzenek el róla, legyen Budapest posztumusz díszpolgára, a Szent Gellért élen avassák fel az ő szobrát. Joggal követelünk tehát egy ilyen jeles államférfinak több tiszteletet.